hasonlóan 7 dombra épült. 8 kerülete van, de 7 dombra épült. A Jordán Királyság fővárosa már időszámításunk előtt 8500-ban lakott volt. Időszámításunk előtti 1200-ban az Ammonita Királyság fővárosaként emlegetik. Fénykorát Krisztus utáni időben Trianus római császár idején Philadelphia néven élte, amikor is az arab provincia része volt. És a város leghíresebb római kori lelete, görög-római kori lelete az amfiteátrum. És a lelátó tetején Abdullah, a jelenlegi király, olyan 50-es, mellette a fia, és a tőle jobbra pedig a bátyja. Itt közvetlenül mellette a kamara színház található. Természetesen mai napig is nagy fesztiválok alkalmával, ünnepek alkalmával itt színházi előadások vannak. Végül is a downtown belváros, ahogy azt megszoktuk, egy nagy bazár. És itt előttünk a belvárosnak a mecsetje a két minarettével. Időnként a király is betér ide egy-egy imára. Tehát ez a legrégibb része a városnak. Elég randa ügy, mit mondjak. Aha. Az arany szok. Yeah, gold shop, especially Yanni. Arany szok. Many gold shop in this area. De a város legelegánsabb negyede, tele diplomáciai képviseletekkel, nagykövetségekkel és gazdag üzletemberek flekkeivel. A fővárosban, Ammanban 4-27 millióan laknak, azért nem lehet egyszerre megmondani, mert különösen az utóbbi időkben hihetetlen mennyiségben jöttek a menekültek, természetesen elsősorban Szíriából, de a környező országokból szintén, illetve ez egészen kaotikus számunkra, európaiaknak szinte felfoghatatlan, hogy az elmúlt 60-70 év alatt ahány háború, már pedig abból volt éppen elég, annyi menekült hullám érkezett ide ebbe a viszonylag kis országba. Jordániában összességében 12 millióan laknak kerekítve. Ebből mindösszesen csak 6 millió jordán, a többi az menekült, akik nemzetiségük szerint külön város negyedek. A Hétalvók csodabarlangja, ahova évenként több tízezer keresztény zarándokol, a város szélén található. A legenda szerint 7 germán ifjú élt Efezoszban, akiket Décius császár keresztény üldözés során arra akart kényszeríteni, hogy tagadják meg Istent. Az éppen városban tartózkodó császár elé hurcolták őket, de mivel nagyon szép ifjak voltak, ezért aztán a császár gondolkodási időt adott nekik, és elvonult a városból. Mikor visszatért, ifjak inkább Istent imádták, mint hogy megfeleljenek a császárnak. Mikor aztán a császár színe elé kerültek, ifjak hirtelen földre rogytak, mély álomba merültek. A császár parancsára aztán bezárták őket Celeusz hegy egyik barlangjába, és magát a barlangot pedig követkel elzárták. Időközben aztán győzött a kereszténység, és az úr parancsára több száz év elteltével a lelkek visszatértek az ifjak testébe. Egyikőjük aztán elhagyta a barlangot, és bement a városba, hogy hozzon nekik élelmet. Furcsa öltözékével, buta kérdéseivel hamar feltűnést keltett, és ezért aztán Marinus püspök elé hurcolták. Aki, miután kiszabadította a többi testvért, és megtalálta a velük bezárt ólomtáblákat, amelyeken föl volt tüntetve az ifjak története, tévre hullott, és magasztalt az Istent. Ez időtől fogva fontos nemzetközi zarándokhely ez a barlang. Szent György ortodox templomba jöttünk látogatóba. És közvetlenül a templom mellett az ortodox iskola
itt Madabában. A történelem legrégibb földrajzi ábrázolását tartalmazó padló mozaikja egy ismeretlen művész munkája a 6. századból. Valószínűleg Jordániában lévő madabai keresztény közösségben élt. A 746-os földrengésben a templom jelentősen megsérült, elhagyatottá vált. A mozaikot az új görög-keleti ortodox templom építésekor fedezték föl, 1894-ben, 1965-ben pedig eredetileg 21x7 méteres, 2 millió darabból álló mozaikot helyreállították, konzerválták. Nebu workshopban vagyunk, és ez a környék, a Nebuhegy környéke a mozaikjairól híres, a mozaik fali tábláiról. Méltán? Hagyományos módon készült, tehát egyszerűen ráragasztják, először sirigdel, aztán fehér szementtel, és kikapják meg ezeket a gyönyörű szép formákat. Háromdimenziós technika, ami viszonylag új, 7-8 éves, és így tudják kialakítani ezeket a nagyon szép formákat. Még egy érdekesség ennek a műhelynek, hogy 70 művészük van, itt ezeknek túlnyomó része mind mozgássérült. Természetesen a mozaiknál is csak úgy, mint a szőnyegnél, minél apróbb darabokból állítják össze, annál drágább. Körpanoráma a Nebuhegyről. Annak idején Mózes innen tekintett le, s mondánék ki az Úr, ott alattad van meglátott Kánaánt. Oda vezess majd a népedet, de most még nem léphettek be. 120 éves korában Mózes itt a Nebuhegyen halt meg. Hol temették el, majd se lehet tudni. Szembe velünk már palesztin föld. Olyan mágneses itt a föld, hogy egy kicsit emelkedik a út, és ezt a nem tudom, másfél-két tonnás Mercedes-t húzza fölfelé a mágnes. De másra hagyjuk el a beduin tanyákat. Egy fél órás szerpentin után leérkeztünk a Holtenger partjára, az Amman Beach nevű üdülő paradicsomba. A Holt-tenger egy lefolyástalan tó Izrael és Jordánia között. Tektonikus eredetű jordán árok legmélyebb részén található. Földünk egyik legkülönösebb felszíni képződménye. A Balatonhoz hasonló hosszúságú, ám annál szélesebb, 4 és 17 km között változik a szélessége. A Holt-tenger sótartalma 10-szer nagyobb földünk tengereihez képest, és emiatt aztán néhány baktériumfajtán kívül vizében nem található élőlény. A Holt-tenger sósvize annyira sűrű, hogy az emberi test lebeg a felszínén, vízszintje 420 méterrel, a tófenék pedig 795 méterrel van a tenger szintje alatt. Bár a tóba ömlik a Jordán folyó, annak vízszintje folyamatosan csökken, a erős vízkivétel miatt, mármint a Jordán folyóból történő erős vízkivétel miatt, ezért aztán a tóba egyre kevesebb víz érkezik. És ez az a pont, ahol az Isten, miután kimentette a Lót családot Szodomából és Gomorából, a feleséget kővé változtatta, mivel az megtagadta az Úr parancsát és hátra nézett. 16 óra 25 perc, napnyugta a Holt-tengernél. Hát ez alkalommal ennyi tudott megörökíteni a kamera. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra.